Gyermekeknek is adható koronavírus elleni oltóanyagot kezdtek el embereken tesztelni a közép-kínai Honan tartományban, jelentette a Xinhua kínai állami hírügynökség a Sinopharm kínai gyártó közlésére hivatkozva. A Sinopharm leányvállalataként működő, pekingi székhelyű China National Biotech Group, CNBG, által kifejlesztett, úgynevezett rekombináns vakcina klinikai tesztjeinek első és második szakaszát szombaton kezdték meg. Az oltóanyag még április 9-én kapta meg a klinikai tesztekhez szükséges engedélyt a kínai gyógyszerészeti hatóságoktól. Az új szer a koronavírus S fehérjéje egyik alegysége, az úgynevezett receptorkötő tartomány, RBD, szerkezeti tulajdonságain alapul, és a vírus S fehérjéjének ártalmatlan másolatait előállítva ösztönzi a szervezetet a koronavírust semlegesítő antitestek termelésére. Chang Yuntao, a CNBG elnök helyettese elmondta, hogy a génmódosított oltóanyag gyártásához nincs szükség magas biológiai biztonsági fokozatú laboratóriumra, ellentétben a cég korábban kifejlesztett, elölt koronavírust tartalmazó vakcináival. Ez azt jelenti, hogy az új oltóanyagot gyorsan elkezdhetik nagy mennyiségben előállítani. A szert a 3 év feletti korosztály számára fejlesztették, Chang szerint a klinikai tesztek eredményei alapján fogják meghatározni, hogy az oltóanyagból 3 dózist kell beadni a védettséghez. A CNBG korábban fejlesztett 2 vakcinája közül az egyik elsőként kapott feltételes piaci engedélyt Kínában, még tavaly decemberben. Ez az oltóanyag kapott engedélyt a magyar egészségügyi hatóságoktól is. A vállalat egy másik, a Wuhani Biológiai Termékek Intézetével közösen fejlesztett, szintén elölt koronavírus tartalmazó vakcinája pedig februárban kapott feltételes piaci engedélyt Kínában. Ezeket az oltóanyagokat csak a 18 éven felüli korosztály körében alkalmazzák Kínában. Thank you.